Kedves nézőink, most egy olyan pillanatnak lehetnek tanúi, amik színházi társalgókban is igen ritkán fordul elő, amikor egy markáns, véleményformáló, keménytollú kritikus és egy színház igazgatóvá avanzsált színpadi művész ülnek egy asztalnál, és színházi esztétikai kérdésekről fogunk majd most beszélgetni. Köszöntöm Önöket a stúdióban, Koltai Tamás színikritikust és Blaskó Balázst, az Egri Gárdonyi Géza Színház igazgatóját. Bár könyvtárnyi irodalmat írtak már róla, és lehetne róla írni. De egy nagyon alapvető kérdés érdekelne engem itt az elején, hogy Önök szerint mi a korszerű színház, Koltai úr? Én azt gondolom, hogy a korszerű színháznak nagyon sok formája van. A tartalma az egy dolog, a valóságot ábrázolja. Tehát megyünk az életben, nézünk, látunk, szembesülünk a dolgokkal, és a színháznak ezt kell tükröznie. Ezt tükrözi 2000 éve a Görög Színház óta minden egyes színház. Blaskó úrnak? Igen, én egy picit tovább is mennék ennél, tehát a valóságot ábrázolja, és a valóságból leszűrt következtetést átadja a nézőnek. Egyfajta következtetés felé próbálja terelni. A valóságból leszűrt következtetés felé, mert hiszen nekünk, színházművészeknek a dolgunk az, hogy a valóságot valamifajta kritikával is szemléljük, és ezt a kritikai álláspontunkat esetleg szembesítsük a nézővel. Ezt tartom én a korszerű színház felé való elmozdulásnak. Nyilván ezek nagyon általános megfogalmazások, és bár szavak szintjén lehet, hogy van hasonlóság, de egészen mást jelenthet egy jó színház, mondjuk egy 300 lelkes kisfalunak a művelődési házának a színpadán, egészen mást jelenthet egy kisvárosban, ahol mondjuk ki kell szolgálni az egész megyét, egész mást jelentett egy több tagozatú megyei intézménynél, színháznál, mást jelentett a fővárosban. Tehát, hogyha korszerű a színház, akkor ezeken a különböző szinteken hogyan lehet jó színházat? Tehát, hogy mindenhol megtaláljuk azt a fontos mondani valót. Parancsolj. Igen. Azt gondolom, hogy egyrészt ismerni kell alapvetően azt a közeget, amelyet meg szeretnénk szólítani. Én nem szeretnék általánosítani, én azt a közeget ismerem, amelyben élek, és amely számára az elmúlt 23 évben színházat csináltunk társaimmal, azokkal az igazgatókkal, akik alatt én ott színészként dolgoztam, és ebben a fajta munkában megismertem ennek a közegnek az ízlésvilágát. Azt a fajta elvárást, amelyet kimondva, kimondatlanul a színpadról is éreztünk és éreztem, valamint mivel ott élünk és élek, a napi kapcsolatban, üzletekben, az utcán sétálva, cukrászdába beülve gyermekeimmel folytatott beszélgetések során leszűrtem. Ezek a fajta élmények és a személyes kapcsolatok alapján kialakult gondolatiság az, amely engem a nézők megszólítására vezet, és amely gyakorlatilag megalapozta azt a szándékomat, hogy én most ebben a helyzetben a színház igazgatói megbízatására vállalkozzak erre a nagyon felelősségteljes szolgálatra. Én úgy gondolom, hogy a közönségnek, a nézőnek nincs kialakult ízlése. A közönségnek olyan ízlése lesz, amilyet a színház kialakít. Azt nem is szeretem azt a szót, hogy kiszolgálni. A szolgálni az jobb, az is a legjobb, de mondjuk az jobb a kiszolgálninál. A közönség ízlése az alakítható. Hosszú távon alakítható. És a közönség formálható, és megérti azt, el tudja fogadni azt, hogyha a saját életéről van szó. 1000 évek óta, vagy 2000 év óta nincs olyan színház, amelyik ne tudna szembesíteni az emberek saját problémáival dolgokat. Na most az embereknek problémáik vannak. A színházban nem azért megy szerintem, hogy ezeket elfelejtessék vele, vagy elfelejtse. Ha erre van predesztinálva egy színház, vagy ezt akarja, akkor persze meg tudja ezt tenni, de az egy hamis, hazug színház. A közönség naponta találkozik életproblémákkal,
és ezeket a problémákat úgy tudja a színházban feldolgozni, hogyha erre mintákat kap. De a minta az nem azt jelenti, hogy készen kapja. Ha a színész nem, és az előadás nem gondolkodtat meg, nem készteti és nem kényszeríti arra a nézőt, hogy gondolkozzon, önálló véleményt formáljon, akkor az nem jó színház. Tehát nem lehet egyszerűen csak hagyni, hogy valami kellemes, szórakoztató, jelentéktelen és könnyed dolog legyen, és úgy menjen ki, hogy mint ahogy bejött. Példákat tudna arra mondani? Hát hogy ne tudnék? Hát azt gondolom, hogy az egész klasszikus drámairodalom ez erre épül. Tehát nem lehet reményteljes színházról beszélni, amikor valaki az Oidipusz királyról beszél, vagy a harmadik Richardról beszél. A görög drámában, a görög tragédiában a végzettel, az isteneknek az önkényével, a hatalmával szembesül az ember, és saját maga belső borzalmaival. Tehát mondjuk Oidipus, aki megvakítja magát, azért, mert az igazságot keresi, az anyával hál, megöli az apját. Tehát egy hatalmas nagy kataklizma. Ott reményteljesen csak úgy lehet kijönni az előadásból, hogyha a néző átéli ezt a sorsot, és azt mondja, hogy nekem az igazságot kell végigkeresnem, akármi történik. Hogyha valakinek azt mondják, hogy ne keresd, ne gondolkozz önállóan, hanem ábrándokban, ámítások között hamis valóságot kapsz, egy operetben is. Az operet hamis valóság, ha nem úgy interpretáljuk, hogy ez a hamis valóság nem feltétlenül lelepleződjék, de a mi gondolati szűrőnkön menjen keresztül. Tehát azért a katarzis maradjon csak meg a színházi élmény. Mindenben. Én mondjuk most láttam... Bocsássam meg, csak Blaskó Balázs az előtt nagy szerettem volna jelentkezni. Igen, köszönöm szépen. Én azt gondolom, nagyon abszolút egyetértek veled, Tamás, mert ugyanígy gondolkodom, de azt hozzáteszem, hogy én azt a színházat szeretem, amit néznek. Tehát ahol a közönség bejön a színházba, és pártolja azt a színházat jelenlétével, és beül, és nem megy haza a szünetben, hanem végignézi az előadást, és esetleg még örül is, és esetleg elgondolkodik, és mindazt a katarzist hazaviszi. A színházban meggyőződésem, hogy a leglényegesebb az, hogy mit visz magával a néző. Mi az az üzenet, amit mi számára elkészítünk? Mit akarunk, milyen irányba szeretnénk őt terelni? A gondolatait milyen irányba szeretnénk elmozdítani? És itt én azt mondanám, hogy a valóság megmutatása, a tükröt tartani, mint egy a természetnek, ez kevés. Én azt gondolom, hogy föl kéne mutatni az erénynek önábrázatát. Én erre szeretnék vállalkozni majd az Egri Gárdonyi Géza Színházzal, a becsület, a tisztesség és a remény bemutatására. Nem annak a kicsit, hogy is mondjam, reménytelenül egykedvű és lemondó világra, amely sajnos körülvesz bennünket, és ezt tudjuk, hogy körülvesz. Arra azt szeretném elérni, hogy az emberek mindennek ellenére akarjanak, és szeressenek kilépni ebből. Ember küzdj és bízva bízzál. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy mit üzenünk, hogy mi felé szeretnénk terelni az embereket. Ez az nagyon fontos, amit mondasz, ez az ember küzdj, mert pontosan arról van szó, hogy nem lehet készen kapni, meg kell küzdeni ott a székben is. Hogy az ülőhelyen. Na most az, hogy az a színház jó, azt szereted, amit néznek, hát arról szól a dolog, hogy meg kell szerettetni azt, amit mutatni akarunk nekik. És hogyha csak azt akarjuk mutatni nekik, amit ők készen kapnak, és amiben nem kell energiát fektetni, nem kell gondolatot fektetni, nem kell küzdeni a megértésért, a gondolatért, azt, akkor az nem jó. De az nem jó. Azt, hogy ilyet szeretne bárki is adni a nézőnek? Hát, mert azt mondtad, hogy nem örülsz annak, hogyha olyan színház van, amit nem néznek. Magyarországon mondjuk sokkal alacsonyabb a színvonal, a színházi színvonal, mint környező országokban bárhol, főleg azért szellemi értelemben, mert egyszerűen nem történt meg évtizedek, majdnem, hogy azt mondanám, évszázadok óta az a szisztematikus gondolkodás és nevelés, ami arra a fajta gondolatilag tartalmas, művészileg és hogy mondjam, formailag sokszínűbb színházra vezeti rá a nézőt, mint
Romániában, Lengyelországban, olvastam. Ma, de ha elnéz erdélyi színházakba, akkor itt nincs ilyen probléma. Tehát egy ugyanolyan változás, amit mondjam, most készülsz Egerben, lett volna Sepsiszentgyörgyön. Az egész magyar és román színházi szakma föllázott, és azt mondta, hogy ne egy rózsaszín álmokba leledző színházat csinálnak. Hogy én ilyet szeretnék csinálni. Hát azt mondtad például, hogy nem szeretnél az aluljáró valóságát megmutatni. Hát mi a valóság, ha nem az aluljáró valóság? Az aluljáró az lehet, hogy valóság, de azt szeretnénk, ha az emberek nem azt a valóságot élnék meg minden áldott nap, és nem úgy kellének fel. Igen, de nem szeretik azt, amiben de muszáj nekik, nem tudnak elmenni a metróba, anélkül, hogy az aluljáron keresztül. Hogy ne csak teoretikus vita legyen ez a mai vitánk. Igen. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy milyen darabokat tervez akár. Na, hát hogy ez akkor már lássuk, hogy egyelőre szerzőket mondanék. Egyelőre szerzőket mondanék. Én azt gondolom, hogy Sütő András, vagy Móricz Zsigmond, vagy Márai Sándor, vagy Székely János, vagy Páskándi Géza, vagy Kocsis István, akár Csurka István, nem gondolom, hogy a bulvár felé tolná el az Egri Gárdonyi Géza színház profilját. Én azt gondolom, hogy vagy ha a zenések tekintetében mondjuk az Egy szerelem három éjszakáját említem, vagy Mária evangéliumát, vagy a Csíksomlyói passiót, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon tartalmas, klasszikus, magyar értékeket, nemzeti öntudatot ápoló és abban gondolkodó értékeket mutat fel. Ez, amit én itt szerzőket elmondtam, én azt gondolom, hogy ez egy szép és tartható világ. Igen, itt van közöttünk egy elég lényeges ellentmondás, ugyanis a darabok önmagukban semmit nem jelentenek. Én legalább 10 bulvár előadást láttam a Hamletből. Tehát az, hogy a Hamletet valaki eljátsza, az még abszolút nem művészített. Tehát borzalmas Hamlet előadások vannak, és remek Csárdás királynő előadások vannak. Igen, biztos. Hogyha a személyiséget nem vetítjük bele, hogyha a világot nem értelmezzük, az életet nem értelmezzük azáltal a mű által, amit bemutattunk, akkor az egész nem ér semmit. Világos. Én meg azt mondom, hogy a puding próbája az evés. Meg kell nézni azt, hogy mi történik majd, de egyébként itt hadd, hogy is mondjam, szegezzek neked egyfajta igényemet, vagy valami fajta, hadd fogalmazzam meg, hogy a Egri Gárdonyi Géza Színházban mindig akkor jelentél meg, amikor azok a darabok mentek, amelyek téged kizárólag érdekelnek. Egyéb más előadásokat nem nagyon néztél, és ez nekem nagyon fáj, mert az utóbbi években én elég sokat rendeztem, és nagyon kíváncsi lettem volna a véleményedre. Most például december 2-án, 2010. december 2-án volt egy nagyon érdekes formabontó, új színházi formákat kereső bemutatóm, Kertész Lili Mindent felfaltak a lángok című önéletírásából készült látogatók című előadás, amelyet Fábri Péter írt, és velem én egy kicsit segítettem, és az én tanácsaimat megfogadva készült el a forgatókönyv és a szövegkönyv, és azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes, értelmes és olyan gondolatokat felvető holokauszt történet alakul. Bízunk ebből. Benne, hogy erről az előadásról még hallhatunk a jövőben, de arról nagyon fontos lenne beszélnünk, hogy az elmúlt hetekben ugye több írás is megjelentetett a színház igazgatói kinevezésekkel kapcsolatban. Önök szerint a kinevezési rendszer ma Magyarországon, ugye ez egy adott jogi keretek között működő dolog, jól működik-e? Hogyan működik? Egy mondatra szeretnék még azért reagálni, hogy hát persze az ember azokra az előadásokra megy, amelyek társulatot mozgatnak, amik egy társulat épülésére szolgálnak, és az borzasztó fontos. Én ezt nagyon nagy katasztrófának tartom és tartanám, és félek, hogy most ez fog bekövetkezni, hogyha nincsenek egy színházhoz kötött rendezők. Tehát most az a 4 rendező, aki ezt a
akik ezt a társulatot szellemileg meghatározzák, nem fognak rendezni, akkor az már nem lesz egy társulat. Ez nem csak Egerre vonatkozik. Ez a probléma. Ez a probléma. Ez nem egy tendencia egyébként? Nagyon rossz tendencia, de sajnos tendencia. Rengeteg színházban, pestieket is néha beleértve, nincsenek ott dolgozó rendezők. Egy színháznak a szellemét a rendezők adják meg, ők építik a társulatot. És hogyha ebből a társulatból most, amennyire én gondolom, vagy tudom, nagyon sok színész el fog menni, akkor az a társulat szét fog robbanni, és akkor olyan vagy nekem, mint egy öngyilkos merénylő, aki az övére rak egy bombát, és amit 10 évig épített. Egy kamikáze vagyok, szerintem. Egy 10 évig építettek egy társulat, az most egy perc alatt felrobban, holott ez volt az értéke. Bocsánat, de mikortól lehet azt látni, hogy mondjuk az Egri Gárdonyi Géza Színház mikortól lesz már mondjuk Blaskó korszak, hiszen most úgy veszi át az igazgatói széket Blaskó Balázs, hogy igazából most már megvan akár az is, hogy a jövő évadra milyen kötelezettségeik vannak, ugye ez az évad már igazából nem az ő nevéhez fűződik, tehát amiről ön az előbb beszélt, hogy mik történhetnek itt, az mikortól lesz valóban az igazgatóra nevéhez köthető? Hát ezt már meglátjuk, ehhez nem tudok mondani. Én azt gondolom, hogy valamikor, hát ősszel természetesen a 2011-12-es színházi szezon előkészítése zajlik jelen pillanatban, és azok a beszélgetések, amelyek majd kialakítják a társulatot. Nem megy el olyan nagyon sok színész a társulattól, aki elmegy és úgy dönt, az tulajdonképpen, én sajnálom őket, végtelenül sajnálom, mert elzárják magukat egy olyan értéktől, amelyet én kínálok nekik. Ez az érték, ez egy másfajta érték, mint amit eddig megszoktak, meg amit a főiskolán tanultak. Én szerintem az egész főiskolai, most már egyetem képzési rendszert, épp az a baj, hogy azok a rendezők, azok a általad nagyon magasra értékelt rendezők viszik őket tovább az életben is, és próbálják a szakma felé irányítani, akik rosszul nevelték őket. Jó, én megpróbálok válaszolni az ön kérdésére, ha még lehet. Az igazság, lehet. Hogy lejárt az időnk. Én nagyon bízom benne, most megpróbálunk még egy kis időt szakítani arra, hogy ezt a kérdést is meg tudjuk beszélni, úgyhogy ha még válaszolnál rá, azt megköszönöm. Azt gondolom, hogy nagyon rossz a szisztéma, és ez nem most rossz. 10 éve is rossz volt, és 20 éve is rossz volt. A hatalomnak, semmelyik hatalomnak nem érdeke, hogy értékes színház jöjjön létre. Ezért politikai kinevezetteket preferál, és nagyon gyakran el is éri, hogy politikai kinevezettek legyenek. Szociálliberális kormány alatt is így volt, most is így van. És ez azért van így, mert nincs egy olyan szakmai érdekvédelmi szervezet vagy szervezetek, amelyek elég erősek volnának ahhoz, hogy a szakmaiságot biztosítani tudnák. Nincsenek olyan bizottságok, grémiumok, amelyek hitelesen tudnák megítélni és meg akarnák ítélni a szakmai véleményt egy-egy pályázatról. Köszönöm szépen. Csak egy mondatot kell hozzátennem. Folytatjuk, meglátjuk. Sajnos le kell zárnunk a beszélgetést. Folytatni fogjuk ezt a beszélgetést. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.